reggelt kívánok mindenkinek! Április 4-én, a felszabadulás ünnepén, amit még annak idején meg kellett ünnepelnünk, országosan munkaszüneti nap volt. Iskolában ünnepségek, ami egy felszabadulás volt, és egy új megszállás kezdete. Azért az vigasztalja minket, hogy az a megszállás az mondjuk 40 évig tartott, de az amerikai megszállás Németországban a mai napig tart, közel 70 éve. Ez azért vigasztaljon bennünket. A második világháborút a Németországot megszállva tartja az amerikai hadsereg. Körülbelül ugyanúgy, mint Magyarországot tartotta megszállva a szovjet hadsereg. Semmi különbség nincs.
reggelt kívánok még egyszer mindenkinek. Kérem szépen. Kérem szépen, a tegnap hal volt és ma is hal van. Mostan viszont egy pácolt hering van, tegnap is lengyel volt. Az a különbség, hogy a pácolt hering, adjátok már az ajonrást, a jó Isten a faszától köbelétek. Reggel idő van. A pácolt hering az nyers halból van. A marinizott hering, amit tegnap ettem, az már ugye megsütik, bepanírozzák, olajba megsütik, és utána pácolják be. Ez a különbség. Mind a kettő nagyon finom, nekem teljesen mindegy. Egyébként én halon ellennék 100 évig. Ha tehetném, csak halat ennék. Na mindegy. Egy hozzászólás érkezett a házi ételes, házi kosztos vagy házi kolbászos videómhoz. Ennek szar a leve. Ennek szarizi a leve. Ez nem jó. A kurva anyját. A hal az jó, de a leve a szar. Olyan, mint olajos lenne. Valóban egyébként a házi, nem rosszul mondom, mert nem igaz az, hogy ehetetlen a 80% a házi kolbászoknak. Én nem nagyon szeretem. Meg lehet enni, de vagy el van bosszva a paprikával, mert rossz minőségű a paprika, vagy túl sok. El van bosszva a fokhagymával, mert túl teng benne. Hogy el van baszva a füstöléssel. Mert mondjuk kukoricaszárra füstölik. Hát azért mondom, hogy számtalan helyen el lehet rontani. Hát tudom, hogy meg lehet tenni, de... Itt a hozzászóló felvetett egy érdekes kérdést. A töltött paprikánál is ugye többféle ahányház annyi szokás van, ahol savanyú, savanyított káposzta, nem töltött papír, a töltött káposztáról beszélek. A töltött káposztán is ahányház annyi szokás van, ahol savanyított káposzta levében töltik a darált húst, van, ahol édes káposzta levében. Megmondom úgy, ahogy van, nekem teljesen mindegy. Én, ha csinálok, én édes káposztába töltöm, de semmi bajom a káposztával, amelyben savanyú káposztában töltve, mindegy finom. Vagy a szőlőlevélbe töltött, vagy a tolmalevélbe töltött, olyan mindegy. Én édes káposztába töltöm, egész egyszerűen azért, arról van szó, ugye vannak tájjellegű ételek, amit egyik helyen csinálnak, a másik nem csinálnak, vagy nem szokás. Na most, a 70-es években ugye régen volt a katonaság, a honvédség, amikor a kötelező volt katonának a fiatalat elvitték. Előszeretettel vitték a fiatalokat az ország másik felére. Ha ott pár találtak maguknak, gyökeret vertek. És vitték magukkal a saját gasztronómiájukat, a saját tájjellegű gasztronómiájukat. A Dunántúlon például nem nagyon volt töltött káposzta.
tipikus tiszántúli étel. És onnét terjedt el az egész országban, mindjárt mondom, hogy hogyan. Mindenki a családban nem volt, soha nem csinált anyám. Nem is ismerti a töltött káposztát. Nálunk székely káposzta volt, meg toros káposzta. A két különböző dolog. Nem ugyanaz a toros káposzta, mert a székely káposzta. Egyébként a székely káposztán köze nincs a székelyekhez. Egy székely nevezető emberről kapta nevet. Na most. Például a tiszántúlon, mert nem nagyon ismerték, mert nem volt elterjedve a főzdelék. Egyszerűen nem ismerték a főzdeléket. Ami a Dunántúlon egy gyakori étel volt. Hasonlóan a 60-as, 70-es évekről beszélek, majd a korábbi időkről. Ugye onnét indult meg az első úgymond gasztronómia elterjedése, tájjellegű gasztronómia elterjedése az országban, hogy mondtam a honvédség, amikor elvittek a fiatalokat, ebben semmi annyi, ez nem van. És a 70-es évektől kezdve elkezdődött egy elképesztő nagy mobilitás, ami ugyanabban járt, mint a honvédség. Az emberek autóhoz jutottak, meg tudták venni a kis trabantjukat, kis varburgjukat, zsigolyukat, és elkezdtek menni fesztiválokra, nyaraltak Balatonon, Hajdúszoboszlón. És ugye ez abban járt, hogy egész megismerték azt a gasztronómiát, ami azon a környéken van. Másrészt, mert szintén a pártkeresésnek, a pártalálásnak, koncerteken, fesztiválokon nagyobb esélye volt. Nyilván el tudtak utazni az emberek. A 70-es évektől folyamatosan nőtt az életszínvonal. Vonattal is tudtak utazni. Autóhoz is hozzáfértek, buszokkal, stb. Mobil lett az ország, mobil lett a világ. És most már a töltött káposzta teljesen beépült a dunántúli gasztronómiába és a főzdelék a tiszántúliba. Például. De teljesen rendben van így, ebben semmi baj nincsen. Amit én mondtam mindig, és hangsúlyozok is, hogy nincs olyan, hogy házi. Van olyan, hogy mert az nem egy brand, a házi, nem egy brand. Mert nem egy forma. Lehet mondani valamit házi, de dicsérő jelleggel elég kockázatos. Hogy csak a házi. Melyik házi? Az egy házi. Az olyan dolog, például mondani egy másik érdekességet. Most már kezd lecsengeni, de egy pár évvel ezelőtt mindenre azt mondták, ami házi, hogy kézműves. Kézműves pálinka. Kézműves sör. Kézműves lángos. Ilyenre mind azt mondták. Valamikor a kézműves szó, az benne volt, bele volt épülve. A magyar nyelvben. De a kézműves szót a magyar nyelv úgy használta, hogy csak és kizárólag iparművészeti termékeken. Tehát kézműves volt egy köcsög, egy bőrszíj, egy faragás, de kézműves termékek voltak. Mert kézzel készítették, kézzel faragták. Kézzel alkották. Ezt átvitték az élelmiszeriparra,
Én nem tudom, de nekem a készüves sörről, én nekem mindig valahogy egy ilyen idegenkedésem van, ha azt a szót meghallom, hogy készüves sör, mert azt hiszem, hogy belenyúltak a sörömbe. Az a helyzet. Mert hogy kézműves. Nekem valahogy ez idegen, nekem ez nem is nagyon tetszik, de most már kezd kiszorulni, az a baj, hogy ami jött helyette szó, az sem jobb. Mert most már nem azt mondják, hogy kézműves sör, hanem craft sör, ami angolban azt jelenti, hogy kézműves, handcraft, kézzel készült. A ház az egy jó megfogalmazás, még jobb is, mert ugye a ház itt nem mondhatod egy manufaktúrában készült sörre, hogy házi, mert nem házi. De ha mégis kis sorozatban készül, mint ezek a craft sörök, az meg nem ipari. Tehát ugye, ha azt mondom, hogy nagyüzemi, mondjuk, és akkor mondhatnám, hogy kisüzemi, mondjuk a craft sörök, kisüzemi sörök. Talán ez lenne rá jó szó, és se nem a kézműves, se nem a craft, talán úgy lehetne fogalmazni, kisüzemi termék. Vagy kisüzemi pálinka, vagy ami manufaktúrájból készül. Tehát ami ott valami háznál készül, az legyen házi, abban semmi baj nincs. Csak ezt ne úgy vegyük a házit, mintha az egy márka név lenne. Mert nem az. Nem egy márka név. Az, hogy házi valami. Azt jelzi, hogy háznál készült. Hát aztán, hogy milyen minőségben, azt döntse el az, aki fogyasztja. De a gasztronómiai, a tájjellegű ételek elterjedése az országok között is, a globalizációval, a multikultival. Ugye idegen ételek is beszivárodnak a magyar gasztronómiába, vagy a magyar gasztronómia is elterjed a világba valamilyen szinten, mégsem a gulyás szintjén is, vagy most már a lángos is nagyon népszerű. Arról is kezdik megismerni a magyar. Ez egy teljesen jó dolog. Ez egy teljesen jó dolog. Ez egy baromi jó dolog. Inkább ezt terjedjen el, mint az LMBTQ. Az a helyzet. Na. Szóval azért mondom, hogy nincs ezzel baj, hogy valami házi, csak ne értékeljük túl, ne értékeljük fel, mert az nem egy márka név. Csak azt jelzi, hogy a háznál készítik, és ahány ház, annyi szokás. Sosem értettem ezt a házinak ezt a felhájpolását. Én sosem értettem egyébként. Megmondom úgy, hogy van. Nem értettem. Nem is értem. Van annak egy dicsérete, annak a házunk, amit mi szeretünk, amit mi csinálunk. Esetleg van olyan hely, ahonnét még ezt elfogadjuk. De kijelenteni azt, hogy a házi az ilyen, meg olyan jó házi, ez egy nagyon nagy csúsztatás. De nagyon nagy csúsztatás, hogy hát a házi, az ilyen a házi. Melyik? Melyik házi? Na, értitek? Annyiszor elmondtam már ezt az egyébként, de ebben videóban rengetegszor elmondtam már, hogy ettem én már olyan háznál, én már ettem én már olyan ételeket. Fú.
háznál készült vendégség betéve már olyat, hogy ütnének sennél, mert még egyszer. És ettem nagyon finom. Na. De ha veszel mondjuk egy gyulai kolbászt, csabai kolbászt, jó esetben az tavaly is ilyen volt, meg jövőre is ilyen lesz. Olyan lesz. Mert az egy receptúr. Lehet szeretni, mert nem szeretni, ez most vita kérdés, vagy vélemény kérdés, akármi lehet, az egy dolog. De az mindig ugyanolyan. Elvileg. Na. Mert az egy márka név, az egy brand. Most rengetegszer hallom ezt, hogy hát a házi pálinka, meg a házi kolbász. Hát a házi pálinka még rosszabb véleménye van egyébként a házi pálinkáról, mint a, mint a házi kolbásztól. A házi kolbász meg lehet enni, még ha nem is olyan, mint ahogy szeretem, de a házi pálinka az egyszerűen a többsége, az minősíthetetlen a házi pálinka. De az szó szerint minősíthetetlen. Kétféle házi pálinkát ismerek, a guggolóst, meg a három emberest. A guggolós az az, amikor guggolva kell elmenni a szomszéd ablak előtt, nehogy behívjon egy felesre. A három emberes meg az, amikor három embernek kell a kulcsatot lefogni, hogy bele tudják tölteni a pálinkát. Ez nagyjából ezeret a pálinkát ismerem házi pálinkaként. Következő jellemzőjük. Ami a fán terem és megérik, az a lekvár, ami lehullik és megrohad, az a cefrébe megy. Igen, csak a megrohadás és az erjedés az nem ugyanaz. Ez két teljesen különböző dolog, csak a magyar ember ezt összetéveszte, ezt a kettőt. Azt hiszi, hogyha meg van rohadva, az meg is az erjedéssel egyenértékű. Nem, teljesen különböző dolog, és általában a megrohadt gyümölcsökből készül a házi pálinka legnagyobb részt. Nagyon jól tudjuk. Ráadásul olyan erősre csinálják, hogy már hogy 50 fok felett, sőt azt mondom 40 fok, 40 fok alkohol fog, mert már nem tudod megmondani, hogy milyen íze van, hogy miből készült. Azt érzed, hogy a beledet kimarta, azt érzed, hogy megittál egy élő fákját, lenyeltél, de hogy ez most miből van, meg milyen íze van, azt nagyon nem tudod megmondani. Mert az alkoholnak a mérhetetlen erős meghatározó íze elnyomja a gyümölcs ízét. Már egyáltalán volt benne. Szóval, hogy ez kinek élvezett, mert kinek ez az előnye, hát nyilván ennek az a magyarázata, hogy kétféle ivós ember létezik. Az egyik az azért iszik, mert megiszik, annak jó íze van, a másik pedig azért iszik, hogy bármilyen jó íze vagy nem jó íze van, de butítsa. Tehát az egyik a hatásáért iszza, a másik pedig, mert az élvezeti értékért iszza. Na most, aki a hatásáért iszza, annak olyan mindegy, hogy mit iszik, meg miből van, csak az alkohol legyen benne jó sok. Ugye? Na ez a házi pálinka, ennek maradéktalanul megfelel. Ennek maradéktalanul megfelel. Magyarországon az egyik legnagyobb, méltatlanul hátrányba vagy elhallgatott sikerpropaganda, a pálinka manufaktúráknak az elterjedés és a kiváló terméke. Jóval drágább már egy nagyon jó pálinka manufaktúrából kikerülő ital, jóval drágább már, mint egy bármely skót whisky, vagy bourbon whisky, vagy konyak, vagy akármi, amit az emberek isznak. Már most egy 3 decis manufakturális gyümölcs pálinka, az már közeledik a 5 és 10 ezer forint közé, esik 3 deci. Erről beszélünk. Már ez egy nagyon drága dolog, és méltán drága dolgok, mert elképesztő gondossággal, olyan berendezésekkel, rézcsövekkel, rézüstökbe, tényleg odafigyelve csinálják meg, hogy az, és nincsen botrányok.
nincsenek olyan botrányok, mint a magyar bor körül, amilyen botrányok vannak, hogy az évborászát megfogják, már épp a cukrot tett a borába, stb. Cukrozta a borát. Ugye? A paprika körül is voltak botrányok. Tehát vannak ilyen magyar híres dolgok, paprika, bor, ami fú, hát olyan botrányok vannak körülötte, hogy csak na. Vagy voltak. Mindegy. Ami jó, azt el kell baszni. Nem kell megelégedni, hogy az a jó, elértünk bele a világban egy szinten, nem, azt le kell rombolni, azt el kell baszni. Általában. A pálinka még nem jutott el ide, de a marketingje viszont baromi szar. Marketingje, mert sokkal magasabb polcra lehetne helyezni a pálinkát, mint ahol van. Baromi nem mindegy, hogy egy alkoholos ital, egy szeszes ital tömény mondjuk gabonából készül, vagy gyümölcsből. Én szívesebben iszom, hogy gyümölcsből készült. Nyilván nem arra gondolok, aminek nem érzem, hogy milyen íze van. Tehát azért mondom, hogy a házi pálinka az meg aztán fújj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 új
ügyben van felhájpolva házi karika. Mert innét a gépe, mert kimentem volna lábon is, csináltam volna utat ezen a dombon keresztül, de úgy gondolják, hogy kiemelik, emeljék. De a nyílt placra bentről, nincs már bent több, amit ki kell feltörni. Valami elképesztő vasak vannak itt egyébként, támasztó vasak. Maga a betonfal is, ami van ott, az vagy 60-70-80 centi, helyenként 80 centi vastag, de az nem elég, ami támasztja az utcát, hanem még ezeket a
iszonyatos ígerendákat, meg vasarat még beszerelték. Hát nézzétek meg, ezek micsoda erősítések. Nézzétek meg. És akkor ezt támasztja ezt az oszlopot. Az oszlopon pedig a túloldat, meg ott vannak ezek a vízszintes támaszok. Ezek. Brutális. Egyébként. Elképesztő. És a cölöpöket meg ott nyomják a cölöpöket meg ott nyomják a izébe. Tövébe. Brutál. Brutál. Gondolom ezt majd ezt kell kiszedni itten, mit fel van törve, gondolom ezt kell kiszedni. Jól van. Itt látszik közelről igazából, hogy micsoda támasztások vannak. Ugye ez a ferdett támasz, ez le van horronyozva, és a függőleges támasz pedig négy helyen fogja a falat. Négy helyen fogja a falat. Függőleges. Alul még be is van vezetve a falba. Hihetetlen, hogy micsoda támasz, és micsoda vasat, nézzétek meg! Hát ez, ennek ez a vastagsága, ez körülbelül olyan, hát olyan 3 vagy 4 centi. Brutális. Brutális. Végig mennyi van, nézzétek meg, végig sorban. Itt végig sorban ilyenek támaszták a falat. És a fal nem vékony. Nézzétek meg, a fal nem vékony. Hát itt kapásból 80 centi vastag a fal. A betonfal is be van vasalva. Be van vasalva. 80 centi ez a betonfal, és még ezt támaszta meg ez a támasz erdő. Hihetetlen. Hihetetlen. Elképesztő. Ez a víz, ami szivárog itt be, mindenhol, ahol szivárog be víz, látjátok, mindenhol, ez nem talajvíz, itt nincs talajvíz. Ami vizet itt láttok, az a beszivárgó víz, az mind csőtörésből van. Az mind csőtörés, az valahol szivárog az utcán egy cső, és ide jön be. Én leástam itt egészen a talajszintre, egy gram talajvíz nincsen. Egy gram talajvíz nincs. Ez mind beszivárgó víz, és körbe mindenhol szivárog be. Elképesztő mennyiségű, állítólag valami óránként valami 10 millió liter víz szivárog el a csőtöréseken Londonban. Óránként 10 millió liter. 10 ezer köbméter. Gondoljatok bele. Valami elképesztő mennyiség, és azt mondják, hogy úgy vannak vele, egyszerűbb egy új kutat fúrni és nyitni, és rádolgozni a rendszerre, hogy pótolja a kieső veszteséget, hogy megcsináltad a csőtöréseket. Ezt sok százmillió fontba kerülne minden csőtörést megcsináltatni, ráadásul a csőcserék az meg olyan közlekedési káoszt okozna, hogy az valami borzasztó, mert ugye ez egy több száz éves, ugye ez az legelső városok között volt, ami közművesítve volt, ugye özönlött a pénz a gyarmatokról, áradt a munkaerő és a pénz a gyarmatokról, ez ugye ez volt legelőször közművesítve elektromosan, vízhálózat, csatornahálózat, majd később a gázhálózat, úgyhogy el van öregedve. Budapesten nagyon sok angol vízcső van, Angliából származó 100 évvel ezelőtti vízcső van, öntött vascső. Nagyon sok ilyet javítottunk Budapesten, elgrafitosodik a csőnek a fala, és ilyen zárványok, ilyen grafit zárványok vannak benne. Nagyon érdekes egyébként. Olyan, mint hogyha belül megrágta volna valami. És nem kívülről, és nem belülről, hanem középen keletkeznek, magában az öntvényben belül keletkeznek ezek a zárványok. Hihetetlen érdekes. És rengeteg ilyen, több mint 100 éves, ugye valamikor ugye volt a Magyarországnak az aranykora, a 1867-től 1914-ig, az a 47 év, az a város felvirágzásának az majdnem 50 éve, és ott nagyon sok acéláru áramlott, ugye Anglia óriás nagy vastermelő, acéltermelő ország volt, és rengeteg vízcső
jött be akkor Magyarországra, Budapestre. Hát a Lánchíd is egyébként angol acélból készült először. Tehát az eredeti Lánchíd, ami mielőtt lebombázták a németek, az angol acél volt. Clark Ádám simán haza beszélt, mikor a Lánchidat javasolta, nem véletlenül. Óriási piacot csinált az angol acélnak a Lánchiddal. És hát ez kihatott később egyéb acéltermékekre is. Itt is Angliában is, ugye még jóval előtte elkezdték a vízcsőhálózatot, öntött vascső. Nem is az a baj igazából, hogy előregszik, hanem hogy nincs mélyen. Ilyen 60 centire van, bármi eltapos egy teherautó, óriási terhelés, ugye a teherforgalom, föl van ázva a talaj, dur, eldurran. Olyan utcát is, ahol nem megy be mondjuk a izé, ha nem megy be mondjuk a teherforgalom, de a szemetes, az bemegy a maga 20 tonnájával, a szemetes. Itt vannak olyan utcák, amik ilyen oszlopokra le vannak szűkítve úgy, hogy csak egy személyautó férjen be. De középen van egy olyan nyílás, ami lakattal van lezárva, és csak a szemetesek tudják kinyitni, hogy átférjenek. A szemetet el kell vinni. És az is terhelés. Mondom, itt nincsenek be ilyen a csövek. Na mindegy, csak mondom.